Május 3-án, 4-én és 5-én szerte a világból több ezer zarándok vett részt Szilóval együtt a lelki-szellemi felemelkedés most első alkalommal megrendezett napjain Punta de Vacasban, az Aconcagua-hegy lábánál. A napok találkozókkal, zarándoklatokkal, a spirituális felemelkedést szolgáló ceremóniákkal teltek, és Szilo beszédet mondott a résztvevőknek. Az új park, melyet Szilo üzenete ihletett, mindenki előtt nyitva áll.